A korai hőhullámok és az azokat kísérő szárazság nem csak az embereknek okoz gondot, az állatvilágnak is. A folyamatosan változó éghajlati viszonyokat a sünök sínylik meg leginkább. A franciaországi Orszéban élő Sarasztál a tüskés rovarevők megmentésére tette fel az életét. Évről évre egyre több állat kerül be a gondozási központunkba, különböző okokból. Összetett a dolog, először is ott az éghajlatváltozás. A sün tulajdonképpen a kertjeink jeges medvéje. Franciaországban ez az állat, amely figyelmeztet minket a problémára, magyarázta. A kiszáradt talajok miatt a tüskés emlősök már nem férnek hozzá könnyen kedvenc táplálékukhoz, a csigákhoz és férgekhez. A vízkeresés is bonyolult, néha hosszú utat kell megtenniük, hogy vizet találjanak, kerítéseken kell átkelniük, kerteken, ahol kutyák lehetnek, utakon, ahol elgázolhatják őket. Tehát igen, az aszály, a vízhiány óriási baj, mondta Stál. De az enyhe telek is veszélyesek, sok sün ugyanis így nem alszik téli álmot, hamarabb jön el a párzási időszak, az első utódok már január végén megszületnek, az esetleges márciusi, áprilisi és májusi fagyok pedig az alom elpusztulásához vezethetnek.